Kedves hallgatóink! Önök a Goodwill Pharma podcastjét hallgatják. Gyógyszerforgalmazó cégként küldetésünknek érezzük, hogy az egészségről szóló témákat a leghitelesebb forrásból ismertessük meg önökkel. Épp ezért orvosokkal, gyógyszerészekkel és más szakértőkkel beszélgetünk az egészséges életmódról, megelőzésről és gyógyításról, valamint a legújabb kutatásokról. Professzor dr. Varga Endre nemzetközi ismertségű traumatológus, a Szegedért Alapítvány idei évi fődíjasa. Habár számos külföldi klinikára csábították, ő mégis Szegedet választotta. Itt született, itt tanult és elkötelezett a Szegedi Traumatológia Klinika fejlesztése mellett. Neki köszönhető, hogy a klinika a csontegyesítő műtéti technikákat tanító oktatóközponttá vált. Szerepet játszott a medencesebészet megújításában, új implantátumok kifejlesztésében és a műtői feltételek modernizálásában. A Magyar Traumatológiai Társaság elnöke volt évekig. Mindemellett a fiatal orvosok oktatója, orvosként pedig balerinák és híres sportolók karrierét menti meg. Ilyen sokrétű tevékenység közül melyikre a legbüszkébb? Ugye ez mind a szakma. Tehát azért van egy családom, tehát őrájuk vagyok a legbüszkébb, de hát a szakmán belül szerintem nem lehet így rangsorolni, mindegyiknek megvan a saját fontossága, és ahol az ember érzi azt, hogy sikerül valami jót, valami olyat alkotni, amivel pozitív visszajelzéseket kap, aminek látja az eredményét, akkor arra a legbüszkébb. Tehát ha látom azt, hogy egy balerina újra táncol a keresztszalag sérülése után, és nem lehet észrevenni, akkor ez egy jó érzés. De ha azt látom, hogy a kollégáim követik azt a oktatási anyagot, amit összeszedtünk a világból, és az szerint végzik a munkájukat, és annak látom a pozitív eredményét, akkor annak tudok örülni. Saját betegeimnél úgy szintén, amikor látok egy nemzetközi statisztikát, amiben elindultunk valahonnan elég mélyről, és látom azt, hogy szépen emelkedünk, és egyre jobb helyen vagyunk, és valami pici részt talán mi is hozzá tudtunk tenni, akkor annak a részének lehet örülni. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy most ez a legfontosabb, vagy az a legfontosabb. A gyógyítás, az oktatás, a kutatás mind a három egy egyetemen fontos, és én ebből mindegyik részét szerettem. Számos fiatal orvos mentora mit tart a legfontosabbnak az oktatásukban? Baleseti sebészet az egy abszolút gyakorlati skill szakma, tehát tudni kell gyorsan cselekedni, tehát ezt meg kell tanulni. Emellett egy borzasztó széleskörű elméleti ismeretre van szükség, viszont nagyon gondolkodásra nincs idő, főleg vészhelyzetekben, tehát ezt úgy lehet áthidalni ezt a problémát, hogy be kell gyakorolni azokat a tevékenységeket, amit vészhelyzetbe automatikusan, feltételes reflexként kell működtetni. Ezeket próbáltuk mi elsajátítatni a fiatalokkal, és ma is ezen dolgozunk, hogy ez minél jobban menjen. A bevezetőben csak érintőlegesen említettem, hogy új módszerek meghonosításában volt igen jelentős szerepe. Melyek ezek? Két nagy csomag van itt az oktatási rendszerben. Az egyik az úgynevezett ATLS, ez az Advanced Trauma Life Support Program, ez egy Amerikából elindult, 1978-ban indult el ott. Ez arról szól, hogy a súlyos sérültekkel a kórházba érkezés első órájában mit kell csinálni, milyen prioritási sorrendben, milyen diagnosztikát, mikor mit szabad lépni. Tehát úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a egész Amerika, mint a McDonald's, tehát egy tök egyszerű dolog. 20 szóval le lehet írni a McDonald's tevékenységét. Ez is egy leegyszerűsített know-how, amit mindenki megtanul, és a lényeg az, hogy egy közös nyelv alapján beszél az altatóorvos, a sürgősségi orvos, a baleseti sebész, az általános sebész, és ez dönti el azt a tevékenységet, hogy mit csinálunk a beteggel. Nem az adott vezető
hogy mondjam, ereje, szakmai ereje, hanem a valós szükségletek a beteg számára. Aki benne van ebbe, az érti, hogy ennek mi a jelentősége, de ezzel nagyon-nagyon sok embert meg lehet menteni, és helyes útra lehet terelni a kezelését. Egész pontosan, ahol ezek a rendszerek beindultak, ott 100 emberből 40-nál több életben maradt. Tehát kezdetben 30, később 70%. Ez nagyon sok, hogyha arra gondolunk, hogy ehhez semmiféle extra új diagnosztikai rendszerre, másra nincs szükség, csak egy tudati átállításra, hogy mit, hogy érdemes csinálni. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit mi bevezettünk a 2000-es évek elején Magyarországon. Rendszeressé tettük, és most már 2013 óta kötelező minden traumatológus ortopéd szakorvosnak. Csak úgy lehet szakorvos, hogyha ezt a vizsgát leteszi. Ez egy szigorú vizsga, uniformizált, gyakorlatilag Amerikából jönnek a kérdések, vissza is küldjük a jelentéseket, hogy ki mennyire sikeres. Ez egy nagyon jó dolog, és egy nagy biztonságot ad az ellátásban. Tehát ez az egyik csomag. A másik, az pedig a csontegyesítő műtétek megfelelőségére kialakult egy rendszer 1958-ban Bielben, Svájcban. Hát ugye a svájciak köztudottan nagyon alaposak, nagyon jó órákat tudnak csinálni, meg sok minden mást. És hát ezeket az orvosi finom eszközöket, amit beépítünk a betegekbe, ezt is ott kezdték el legjobban csinálni. Na most ők ugye köztudomásulag nagyon alaposak, tehát nem elégedtek meg azzal, hogy gyártottak egy jó kis csavart, meg lemez, hanem mérték az eredményeket. Az orvoslásban a világon az első nagy beteganyagon végzett statisztika, még ilyen lyukkártyás módszerrel, az innen indult, és hát több mint 100 ország tagja most már ennek az AU alapítványnak, ez az Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese Fragen, vagy angolul az Association Surgery for Internal Fixation, tehát egy olyan csapat, akik a csontegyesítő műtétek dolgainak a vizsgálódására alakultak. És az benne a fantasztikus, hogy rendkívül sok pénzt költenek az oktatásra. És itt nem azt kell elképzelni, hogy csak a nagyon magasan fejlett világ oktatására, hanem egyre jobban megy ez az oktatás Ázsia, Latin-Amerika, Afrika irányába is, tehát úgymond mi is tudunk olyan szerepet vállalni, amivel a saját tudásunkat tovább tudjuk adni nálunk szerényebb körülmények között élő országokba. És tőlük is tudunk tanulni. Tehát ez egy csoda nagy család, fantasztikus baráti és kollegiális együttműködéssel, internetkapcsolattal, tehát meg lehet sokszorozni az embernek a tapasztalatát, ha ezekkel az emberekkel kommunikál, oktat és tanul velük együtt. Úgyhogy ez egy csodálatos szervezet. Én ezt a mióta szakmát elkezdtem, kapcsolatba léptem velük, és a mai napig oktatok szerte a világban ezzel a csapattal, és nagyon-nagyon élvezem. Egyrészt nem csak azért, mert világot látok, hanem azért, mert tényleg rájövök arra, hogy a fájdalom az mindenütt fájdalom, a csonttörés az mindenütt csonttörés, és ez nem színtől, politikai pártól függ, hogy mit, hogy gyógyítunk. De igazán azt gondolom, ez egy olyan igazi orvosi tevékenység. És ez egy óriási büszkeség lehet az ön számára. Ez egy nagyon jó érzés, amikor ezeknek látjuk az eredményét, és hozzáteszem, hogy ez az AU által nagyon sokrétű oktatás van, tehát itt ugye van alapkurzus, haladókurzus, mesterkurzus, speciális gyakorlatok, mindenféle gyakorlati lehetőség, és ezekben a területekben
Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon széleskörű ismeretekre lehet szert tenni, és ennek az alapkurzus része is Magyarországon kötelező minden ortopéd-traumatológus szakorvos jelöltnek. Tehát anélkül nem lesz senki ennek a szakmának a hivatott képviselője, hogy egy ilyen kurzus ne végezzen el. És már oda is kikerült fölfejlődnünk, hogy a legutóbb februárban rendezett kurzusonkon tényleg 70%-ba külföldről jöttek, és Új-Zéland, Bali, Dél-Afrika, India, Japán, Egyesült Királyság, Kanada, és Európában mindenhonnan, tehát csak így, amik hirtelen eszembe jutottak. Tehát nagyon népszerűek is ezek a kurzusok, amiket itthon csinálunk. Az egyetemek is felismerték azt, hogy a gyakorlati képzésnek egy nagyon nagy szerepe van az orvoslásban. Az elméletet ma egy kicsit könnyebb megtanulni, mert ugye az interneten nagyon sok minden hozzáférhető, nagyon jó videók vannak, de hogy ezt hogy csináljuk meg? Tehát ezek az ilyen hands-on kurzusok, azok borzasztó fontosak. Azt nem lehet csak videóról megtanulni, azt meg kell csinálni. És ezek ezt szolgálják, persze ezek költséges tanfolyamok, de szerencsére itt Szegeden, és ugye most nyílt meg a Banga Ilona képzési központ a régi sebészeti klinika helyszínén, ami egy abszolút világszínvonalú ilyen skill képző központ minden manuális szakmának, tehát itt nem csak a traumatológiának, hanem a szemészettől kezdve urológián, fülorgégészeten át, mikrosebészeten át mindent lehet oktatni, ami egy csoda dolog, hogy a mai frissen végzett orvosoknak ilyen lehetőségük van, hogy ilyen körülmények között tudják ezt gyakorolni. Említett egy szót, az elhivatottság. Orvos volt az édesapja is, és a gyermekei is orvosok, hogyha jól tudom. Sőt, az édesanyám is, meg a feleségem. Igen, akkor egy teljes orvos dinasztia. Igen. Akkor egyértelmű volt ön számára fiatalkorában, hogy orvos lesz? Nem gondolom, hogy egyértelmű volt, ezt szokták mondani mindig, de hát ugye azért a szülők jó esetben ugye példaértékűek a gyerekeknek. Bár ugye működik egy ellen dolog is, hogy na én ezt nem, vagy azt nem. Sokat hallottam nyilván a szüleimtől, láttam a pozitív, a negatív oldalát, gondolkoztam más tevékenységeken is, szerettem szobrászkodni, modellezni. Egy biztos volt, hogy a kezemmel szeretnék valamit csinálni. Az mindig nagyobb örömmel töltött el, ha tudtam a valami kézzel fogható dolgot létrehozni. Nem volt egyértelmű, de hát így alakult az élet, hogy azért ez tetszett meg. Ugye azt hiszem második, harmadikos gimnazista koromig még sok egyéb elképzelésem is volt. Milyen elképzelések voltak? Hát ez a szobrászkodás, művészeti irány, operatőrség, ugye édesapám szeretett filmezni, akkor az egy ilyen új dolog volt, fényképezés, fizika, matematika tagozatra jártam, nagyon szerettem a fizikát a mai napig, tehát gondolkoztam ilyen mérnöki egyéb területeken is, fizikusi elképzeléseim is voltak, de ezek úgy rövid ideig tartottak. És aztán jött a traumatológia iránti elköteleződés? Először a sebészet, tehát általános sebészként kezdtem, ugye az mindennek az alapja. Közben gondoltam, hogy kialakul majd, hogy melyik irányba specializódok tovább, vagy maradok általános sebész. De ugye a baleseti sebészet volt az, ahol legkorábban a legnagyobb kihívásokkal lehetett szembe találkozni, a leghamarabb lehetett önállóan tevékenykedni, a leghamarabb lehetett a sikerízét megkóstolni. Úgyhogy tetszett akkor, és hát mai napig tetszik, tehát én nem gondolom, hogy mást választanék, ha ma kezdeném akkor sem. Utat mutatott a gyermekeinek, hogy ezt a hivatást válasszák? Nem, sőt többször, amikor fölmerült, hogy
mind a két gyerek, mind a kettőnk szakmáját említette a vacsoránál, hogy akkor én pszichiáter leszek, vagy traumatológus leszek, akkor mondtuk, hogy na nem, nem, nem. De mind a ketten fogorvosok lettek, és azt gondolom, hogy nagyon sikeresen, szépen csinálják a dolgukat, igazán magas szinten. Szerintem abba mutattunk mind a ketten, hogy amit az ember választ, azt talán szeresse csinálni, mert ha nem szereti, akkor katasztrófa az élete. Tehát akkor jó, hogyha örömöt talál abba, ami a munkája, hiszen ott tölti el a legtöbb időt. Tehát még a családdal is kevesebb idő van, mint amennyi időt a munkájával tölt, illetve azok foglalkoztatják azok a problémák. És ez nem szakbarbárnak kell lenni, ez a statisztika. Úgyhogy nehéz persze azt mondani, mert egy szakma szeretethez hozzátartozik a környezet is. Tehát, hogyha a környezet jó, a munkatársak jók, a kubatúra jó, a város jó, befogadó, akkor ott könnyen megtalálni azt, amit mondjuk lehet, hogy ugyanebben a szakmában, egy másik városban, egy másik befogadó környezetben nem tudtam volna így megtalálni. És mindenkinek vannak mélypontjai, meg mindenkinek vannak olyan dolgai, amik úgy érzi, hogy na, semmi nem jön össze. Hát ott kell elővenni ezeket a családi megerősítéseket, hogy azon átsegítsük egymást, hogy azokat túléljük, és akkor találjunk lehetőséget abban, hogy mégis hogy lehet megtalálni az örömöt, vagy hogy kell váltani adott esetben. Mai világban azért nyilván sokkal könnyebb váltani, a mi időnkben ez nem volt annyira mindennapos, hogy váltogattuk a munkahelyeinket. Hát ma ez nem probléma, lakóhelyet is, tehát sok mindent lehet ugye távmunkába csinálni, ezt is lehet. De az ember gyökerei azért. Az ember gyökerei sem véletlen fontos. Maradt Szegeden, hogyha jól tudom. Hát igen, igen. Én szerettem ezt a várost, én elkerültem egy időre, mert egy ideig ugye Nagykörösön éltem a szüleimmel, az általános iskolát itt kezdtem, de már Nagykörösön fejeztem be, ott jártam gimnáziumba. Nagyon jó osztályunk volt, egy nagyon klassz gimnázium volt, az ország első 10 legjobb gimnáziumában volt akkor a Nagykörösi gimnázium. Úgyhogy én annak semmi hátrányát nem éreztem, hogy nem Szegeden. Mert egy picit, mert a kapcsolatrendszerem az elején nem volt azért annyira erős, mint a szegedieknek, de mivel Szegeden születtem, azért úgy befogadtak engem is. De hát ezek a gyökerek fontosak, de lehet bátran váltani, és lehet világot is váltani. A lényeg az, hogy az ember ebbe találja meg a saját örömét. Unokái vannak már? Igen, vannak. Van egy 7 éves lányunokám, a Nia, és egy 4,5 éves fiúnokám, ő a Kimi. Ő még óvodás. És milyen a nagypapai lét? Hát ez egy teljesen más dimenzió, mint az apai. Nyilván a felelősség az más jellegű. A elkényeztetés, rosszba való elcsábulás az sokkal könnyebben megy, de hát egy nagyon szeretjük ezt a szerepet a feleségemmel együtt, a nagyszülői szerepet, mert végtelenül sok örömet okoz. Traumatológusként gondolom rengeteg érdekes esettel találkozott. Melyek voltak a legemlékezetesebbek? Hát sokféle eset van, itt nyilván bizonyos titoktartási dolgok köteleznek, de rendkívül sok szertágazó problémakör volt, végtag visszavarrások, tömkelege, ilyen replantációk, ezzel sokat foglalkoztam az első 10-15 évenben, ezek nagyon nagy sikert adtak. A 40 éves születésnapomon is egy ilyen műtétet végeztem. Aztán utána
Késsebészet után nagyon érdekelt a medence, ezt tanultam Kanadában, abban sok esetet tudtam megoldani, sokféle implantátumot fejlesztettem rá, amit használnak több helyen a világban. Az egy külön nehéz terület, aztán érdekelt mindig a mellkas, jöttek a mellkas stabilizációs műtétek, azzal is új dolgokat sikerült megvalósítani. Rengeteg kedves történet van, ez hogy melyik volt a legérdekesebb, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ez sokszor összekapcsolódik a beteg által megért sikerrel. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a betegnek egy sikere van, egy jól érzi magát, akkor nem biztos, hogy a legszebb rekonstrukció, vagy a leghősiesebb tett az, ami a kölcsönös sikert jelenti, hanem adott esetben egy olyan dolog, amit más nem tudott megcsinálni, itt meg tudtuk csinálni, és a beteg elégedett vele. De lehet, hogyha ezt elmondanám, akkor ez nem biztos, hogy mindenki értené, hogy miről van szó. Tehát a lényeg az, hogy a beteg örül annak, és mi meg tudjuk, hogy egy olyat csináltunk, ami tényleg egy kuriózum, és ez a kettő találkozik, azok a legnagyobb örömet okozó tevékenységek. Ennyi minden mellett gondolom nem sok szabad ideje marad. Hogyan tud mégis kikapcsolódni? Hát most már azért igyekszem, tehát egyrészt most már betöltöttem a 65 évet, tehát a klinika vezetés nem az én feladatom, sok adminisztratív teher, meg konfrontáció, az szerencsére így távol áll tőlem. Igyekeztem mindig hasznosan eltölteni a szabadidőt, családom szerint is kevés volt, én is úgy éreztem, hogy kevés volt, de most már próbálom egy kicsit észszerűbben használni az időt. Mindig próbáltunk mozogni a családommal együtt, ők mozgattak is engem, hogy ne az legyen, hogyha elfáradtam, akkor fekszem, akkor menjek tovább. Kerékpározni nagyon szeretünk, túráztunk sokat, edzőterembe mostanában kevesebbet, de korábban jártunk rendszeresen, a családom többi része most is jár. Vitorlázni szerettem barátokkal, azt minden évben kerítettünk rá, többször alkalmat, Kékszalagon rengetegszer elindultunk, béreltünk hajókat, most egy pár éve most már saját hajóval tudok menni, ami nagyon nagy dolog, de hát eddig erre nem volt idő. Ezek a fő dolgok, és hát együtt lenni a családdal, a barátokkal, ezek nagyon, nagyon jó tevékenységek. Nem kacsingat a szobrászkodás felé? Hát ez egy jó kérdés, mert Balatonon összetalálkoztam régi szobrász mesterem gyerekeivel, akik mind orvosok lettek, de sajnos egyik sincs Magyarországon, de van Szemesen egy nyaralójuk, és hát így összetalálkoztunk, vitorláztunk egy kicsit együtt, és akkor beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne a régi műhelyt, ami az édesapjuké volt, összerakni újra, és akkor ott próbálkozni. Elmentem egy-két ilyen alkalommal olyan lehetőségre, hogy szobrászkodjuk, az úgy jól esett, hát de ugye hát ahhoz kell egy terep, tehát kell agyag, kell kemence, kell máz, kellenek eszközök, tehát ha ez nincs meg, akkor elég nehéz. Úgy be lehet kapcsolódni, hogyha van egy olyan társaság, aki ezt szereti csinálni. Említette a sport iránti szeretetét. Ön orvosként milyen mozgásformát javasol úgy általánosságban, illetve mi a véleménye azért extrém sportolókról, maratonistákról? Tehát ugye nagyon fontos a mozgás, ez kétségtelen, ugye különböző problémakörökkel különböző mozgást tudunk javasolni, ugye a különböző koroknak különböző
kihívásai vannak. Minél fiatalabb valaki, annál inkább tudja az extrém dolgokat csinálni, amik szerintem nagyon klasszak és fantasztikus. A kitesurf fantasztikus, a snowboard, nagyon, nagyon csodálatos dolgok vannak, de ugye ezek azért veszélyesek. Aztán ahogy telik az idő, az ember egyre kevésbé tudja ezeket követni. Se az egyensúlyérzéke nem olyan, a reflexei nem olyanok, az izomrendszere nem olyan. Az izmait karba tudja tartani viszonylag sokáig az ember, de a kötőszöveti ín rendszerét az nem annyira, az sok egyébtől függ, hogy az mennyire teherbíró. Tehát ezért azt szokták mondani, hogy ugye kezdetben van a tenisz, aztán van a golf, aztán később már az sem, mert ugye nem bírja az ember. De szerintem meg lehet találni mindig azokat a tevékenységeket, amik jók. Az úszás egy olyan, ami nagyon-nagyon sokáig károsítás nélkül végezhető. Extrém mennyiségbe csinálni ugyanazt, az soha nem jó semmibe. Se a borivásba, se a sportba. Tehát, hogyha nagyon maximalistán csinálja ezt valaki, annak mindig ára van. Tehát ugye látjuk a balettba is, hogy a balett nagyon szép, de ugye nagyon korán tönkre mennek az ízületek, tehát ennek ára van. Látjuk a kézilabdába, látjuk a futballba, látjuk a squashba, tehát nagyon sok mindenben ez ott van. Nyilván a maratonfutás is, nekem minden családtagom lefutotta a maratont rajtam kívül. Én nem is szerettem futni egyébként soha, tehát az úgy valahogy ez a része kimaradt. Ők szeretnek, meg is csinálták le a kalappal előttük, de nem tudom, hogy az jó-e, hogyha az ember mindig azt csinálja. Ugye van ugye az Iron Man, a fél Iron Man, ugye ezek is népszerűek ma, azok is rendkívül kimerítőek, tehát csak úgy működik, hogyha kellőképpen ráhangolódik valaki, edz rá, és úgy megy oda fölkészülten. Ez egy csoda dolog, ha valaki ezt tudja csinálni. Tehát, és az nem jó, hogyha egy okoska elkezdi mondani, hogy ez most nem egészséges, mert akkor most az jobb, hogyha helyette ül a kocsmába és iszik. Tehát ha ő ebbe oldódik föl, ez a jó neki, akkor én szerintem csinálni kell. Tehát akkor az a lényeg, hogy a test és a lélek az valahogy együtt legyen egyensúlyban. Tehát vannak ultramaratonisták, akinek ez okozza a kikapcsolódást, ez okozza a felszabadító érzést. Ők is tudják, hogy azért ennek ára van. Tehát ezt mindannyian látjuk. Igen, csak mérlegre kell tenni a sikert és mérlegre az kell tenni, hogy most valaki eltiltja, akkor annak a lelki terhe az nem árt-e többet, mint az a testi károsodás, amit esetleg az extrém terhelés okoz. Szerintem ebben nem kell beleszólni. Nyilván el kell mondani, ha az ember előtt van egy olyan sérült, aki egy ilyen ok miatt megsérül, és látjuk a térdét, bokáját, egyéb szerveit belülről, és akkor elmondjuk azt, hogy hát mit tanácsolnék. Tehát amikor valaki mondjuk hétvégi buli foci meccsekre jár 50 éves korába, és probléma van a térdével, akkor ugye elmondjuk, hogy szóval nem ebből élsz meg, nem ez a... Tehát tedd mérlegre azt, hogy most akkor neked mi a fontosabb. Tényleg kell hétvégente ez a két óra, aminek nagy a veszélye, hogy tovább fog romolni a helyzeted, vagy pedig tudtok esetleg találni valami más tevékenységet, amiben ugyanilyen jól lehet mozogni, mert nem arról van szó, hogy nem kell mozogni, csak nem azt kell feltétlenül csinálni. Úgyhogy ezek így egyénre szabottan mérlegelendők szerintem. És így végezetül mit javasol azoknak, akik hosszú és egészséges életet szeretnének élni? Majd a 100 éves leszek, akkor már újra térjük vissza erre a kérdésre. Sajnos ugye a balesetisebb és
szex között azért nem olyan sok a hosszú életű ember. De nem biztos, hogy ebben én vagyok a jó, hogy ezt erre válaszoljak. Ugye sok olyan tevékenységet csináltam én is az életemben, ami nem biztos, hogy a hosszú életnek a, hogy mondjam, attribútuma. Tehát az, hogy az ember hetente kétszer ügyeletes, és nem alszik, és másnap is dolgozik, ugye az első 20-25 évben azért ez így volt, hogy péntek, szombat, vasárnapot végig dolgoztuk, hétfőn még ugyanúgy. Tehát ezek biztos, hogy nem egészséges dolgok. A mai világban az lényegesen jobb, hogy az uniós szabályok alapján, ugye ügyelet után haza kell menni, nem lehet 8 órát dolgozni, tehát egy picit jobban fókuszban van a ellátó személyzet is, hogy mi árt neki. Hát ez a része azért nem hiszem, hogy a hosszú élet. Hát az, hogy egészséges életmód, hogy megfelelő táplálkozás, hogy sok mozgás, ez abszolút igaz. Nekünk egy régi mesterünk mondta mindig azt, hogy ő egy svájci sebész volt, hogy az élet a mozgás az élet. Ez tényleg igaz, ezt látjuk az idős betegeken, hogyha megsérülnek egy szomnyaktöréssel, egy csípőtáji problémával, és nem tudunk időben olyan műtétet adni, amivel ők lábra állíthatók, akkor nagyon aggasztó a jövőkép. Tehát ha nem tud valaki mozogni, akkor abban baj van. Tehát a mozgás visszaállítása, a mozgás szükségessége az szerintem alapvető. Addig aktív valaki. Kínában láttuk, hogy ugye nagyon sok ilyen idős ember él, és tanulmányozzák kínaiaknál, japánoknál a táplálkozást, a levegőt, a mitől van ez. Nyilván kevésbé esznek zsírosokat, sok halat esznek, de ugye írják a saját kis betűiket az aszfaltra. Tehát van egy olyan agy és kéz közötti oda-vissza kapcsolat, még 90-100 éves korukban is, ami nálunk valószínűleg hiányzik. Tehát ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez a pszichomotoros aktivitás, ez szerintem oda-vissza működjön. Tehát, hogy mozogjunk, a kezünkkel is csináljunk valamit, és abból kapjunk is visszajelzést, hogy az micsoda, az jó-e. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A műsort a Goodwill Pharma támogatja.